Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm Bábolna város lakosságát. 2021. december 13-án hétfői napon tartjuk képviselőtestületi ülésünket. Köszönöm szépen a város lakosainak megértését, hisz 17:30-ra hirdettük meg a képviselőtestületi ülés kezdetét. Kicsit megcsúsztunk a mai napon, ugyancsak a mai napon megtartott szociális és pénzügyi bizottság ülésével. Ezért kezdünk most kicsit késve, és egyúttal felhívnám a figyelmet arra is, hogy a testületi ülést követően közmeghallgatást is fogunk tartani. Az elmaradt közmeghallgatásunkat fogjuk pótolni. Ezt is a testületi ülés meghívóján közzétettük. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. 6 fővel vagyunk határozatképesek. Birbaér Imre úr jelezte, hogy betegsége folytán nem tud részt venni a testületi ülésünkön. Tiszteltel köszöntöm az intézményvezetőinket, hivatalunk megjelent vezetőit, valamint a itt maradt külső bizottsági tagjainkat, akik korábban a bizottsági üléseken vettek részt. Napirendi pontok tekintetében közzétettük napirendi pontjainkat. Ehhez képest egy napirendi pontot javaslunk felvenni az egyebekbe, a kardirex egészségügyi központ szakellátással kapcsolatos újabb kardirex levelezést adtuk ki a képviselőtestület tagjai részére. Erről szeretnénk pár mondatot beszélni, illetőleg a település lakossága számára is tájékoztatást adni. Kérdezném a testület tagjait, hogy a módosított napirendi pontokat el tudják-e fogadni, illetve van-e valakinek további módosítási javaslata. Amennyiben nincs, szavaznánk, aki elfogadja a módosított napirendi pontokat, az képszelenséggel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Átérünk az első napirendi pont tárgyalására, mely első napirendi pontunk beszámoló a két ülés között történt eseményekről, lejárt határidejű határozatokról és a bizottság által hozott döntésekről. A két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló elég rövid volt, hisz november 26-ától tartó időszakot ölelte fel, illetve a jelentés is ettől az időszaktól kezdődik. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés lesz a képviselőtestület tagjai részére, akkor természetesen próbálok rá válaszolni, és következnének a korábbi bizottsági határozatok, amelyek önálló napirendi pontként most nem jelennek meg a testületi ülésen. Elsőként a Szociális és Oktatási Bizottság határozatai következnek. Köszönöm szépen, mai bizottsági ülésünkön egyetlen egy olyan napirendi pontot tárgyaltunk, amely a mai testületi ülésen nem lesz önálló napirendi pont, ez pedig a termelő otthon mozgalom a konyhakertek felvirágoztatásáért 2022. évi folytatása és csatlakozás a legszebb konyhakert programhoz. 2011 óta hirdetjük meg településünkön ezt a mozgalmat. Azt gondoljuk, hogy az induláshoz képest nagyjából töretlen a lelkesedés, tehát a település lakosai csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. Először inkább az idősebb korosztály nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben egy fiatal házaspár is csatlakozott már, és bízunk benne, hogy a következő években az idősebb konyhakert tulajdonosok mellett talán a fiatalokat is sikerül ezzel a mozgalommal megszólítani. Tehát 2022-ben szeretnénk ezt folytatni, és várjuk, hogy önök pedig nagy-nagy lelkesedéssel és szeretettel csatlakozzanak majd ehhez, amint majd a tavaszi időjárás ezt megengedi, és jelentkezzenek a termelő otthon mozgalomba. Ezt a napirendi pontot a bizottságunk egyhangulag elfogadása javasolja a képviselőtestületnek. Zárt ülés keretében segélykérelmeket bírált el a bizottságunk, rendkívüli települési támogatást ítéltünk meg 4 fő részére, 3 fő részére, tűzifa támogatást javasolt a bizottság, 1 fő részére élelmiszercsomagot szavaztunk meg 3 hónapra, illetve egy esetben 150 ezer forint kamatmentes kölcsön nyújtásáról döntött a bizottság, ez temetéshez nyújtandó kamatmentes kölcsön, amit természetesen részletekben majd aki ezt a kölcsönt megkapja, részletekben fogja majd visszafizetni az önkormányzatnak. Karácsonyi segélykérelmekről is döntött a bizottságunk, összesen 340 ezer forintot szavaztunk meg karácsonyi segélyek kifizetése címén. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság határozatai következnek. Köszönöm szépen. 4 határozatunk
volt az egyes számú határozatban a bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek a legszebb konyhakert programhoz, illetve a termelőtthon programhoz való csatlakozást, és a lebonyolítási ütemterv elfogadását szintén javasolja a bizottságunk a képviselőtestületnek. A második napirendi pontban közútkezelői engedélyek második félévi összesítéséről kaptunk táblázatot. Ezt is a bizottságunk elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A harmadik a Hásfa utca, illetve az Akácfa utca házszámozása, az értékesített telkek utáni házszámkiosztás szükségszerűsége szintén elfogadásra javasolt a képviselőtestületnek, illetve a jegyző úr megbízása azzal, hogy az eljárást, az ehhez szükséges jogi eljárást lebonyolítsa. Illetve a negyedik napirendi, illetve negyedik határozatban szintén elfogadásra javasolja a bizottság a képviselőtestületnek a Hásfa utcai telkek értékesítését, a bizottság által ismert, illetve a korábban meghatározott áron, és ezt javasoljuk elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy véleménye az első napi rendi ponthoz? Akkor aki támogatja a beszámoló, a lejárt hetedő határozatok szóló jelentés elfogadását, valamint a korábban ismertetett Szociális és Oktatási Bizottság, valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozatokat, az most szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Lezártuk a napi rendi pontot. Második napi rendi pont keretében 2022 évre vonatkozó közterület használati díjak megállapítása, lakbérek és sportcsarnok bérleti díjának megállapítására kerül sor. A napirendi pont előadója dr. Bacsárdi József jegyző úr. Köszönöm szépen a szót. 2021 évi 99-es törvény mondja azt ki, hogy az önkormányzatok 2022 év június 30-ig nem emelhetnek semmilyen típusú díjat, illetve adót. Ebből kifolyólag a képviselőtestület nem tud mit csinálni, mint egyelőre tudomásul venni ezt az állapotot, és nem emelni a bérlakások díját, a temetkezési összefüggő díjakat, a közterület használat díját, étkezés díját és a sportcsarnok díját, illetve javasoljuk azt is, hogy a építéstelkek áráról akkor döntsön az önkormányzat, amikor ezek közműves telkekké fognak válni. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm. Pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a 2022. évre vonatkozó közterületi használati díjak, lakbérek és a sportcsarnok bérleti díjának a hatályos díjtételek további alkalmazását. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Szeretném azt jelezni, hogy az étkezési térítési díjak, temetkezési díjak, tehát semmi nem fog változni. Tehát a kormányrendelet alapján semmiféle mozgástere nincs az önkormányzatnak, a korábbi tételek maradnak hatályba. Ez azért tudomásul kell venni, hogy az élelmiszer árak emelkedése folytán az önkormányzatnak egy jelentősebb kiadást fog jelenteni a főzőkonyha működtetése. Mert az étkezési díjak nem követik az élelmiszer árak változását. Aki tudja támogatni ezt ennek az anyagnak az elfogadását, azt kérem készülméssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. A következő hármas napi rendi pont a képviselőtestület 2022 évi munkatervének elfogadása. Jegyző úr készítette elő ezt a munkatervet korábbi évek, már-már hosszú évek gyakorlata alapján. Itt én egyetlen egy észrevételt szeretnék tenni, ez az én figyelmet is elkerülte. Figyeljünk arra, hogy májusban, amikor az alapszolgáltatási központ beszámol, akkor legyen egy része a főzőkonyha beszámolója is, mert ebben az évben júniusban tettük meg a beszámolót, de miután az intézményhez tartozik a főzőkonyha, ezért kerüljön be az anyag egy részébe, tehát egy második része legyen az intézmény anyagának. Mindkét bizottság tárgyalt ezt a napi rendi pontot. A Szociális és Oktatási Bizottság a képviselőtestület 2022. évi munkatervét elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2022. évi munkaprogramját a
Bábolna város önkormányzat képviselőtestületének, illetve az egyes számú mellékletben foglalt tartalommal együtt. Köszönöm szépen. Tudunk szavazni róla, akkor aki támogatja a jövő évi munkatervünket, az most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. Negyedik napirendi pontban a Szociális és Oktatási Bizottság 2021 évi munkáiról szóló beszámoló hangzik el. Veresnyiszkocsek Mária bizottság elnöke következik. Köszönöm szépen. A pandémia természetesen a Szociális és Oktatási Bizottság üléseire is rányomta a bélyegét. 2021-ben 4 rendes bizottsági ülést tudtunk mindösszesen tartani. Ezeken a bizottsági üléseken a bizottság tagjai megjelentek, illetve polgármester asszony és alpolgármester úr is részt vettek a bizottsági üléseken. Összesen a bizottságunk 31 határozatot hozott, és minden egyes bizottsági ülésen döntöttünk szociális segélyeknek a kiosztásáról. Ennek eredményeképpen 429 ezer forintot és 135 mázsa tüzelő támogatást állapított meg a bizottságunk. Természetesen ez a november hónapig eltelt időszakra vonatkozik, tehát ebben a mostani decemberi hónap még ebben a beszámolóban nem szerepel. Igyekezett a bizottság a segélyek esetében minden esetben megvizsgálni a kérelmezőknek a rászorultságát, a hatályos jogszabályoknak megfelelően döntést hozni, illetve igyekeztünk mindig a rendkívüli élethelyzetet is figyelembe venni, és ez alapján hoztuk meg a döntéseinket. Mindösszesen 15 kérelmet utasított el a bizottságunk. Ezt a jövőben is így fogjuk tenni, tehát nyilván itt az egyfőre eső jövedelem keretek azért a segélykérelmeknél mindig nagyon-nagyon fontosak és mérlegelés tárgyát képezik. Ezúton szeretném megköszönni a hivatal munkáját, jegyző úr munkáját, minden munkatársét és Szedlacsek Buza Ildikónak a munkáját, a polgármester asszony munkáját, alpolgármester úr munkáját és a képviselőtársaim, illetve a külső bizottsági tagok munkáját is, amellyel a bizottság munkáját egész évben segítették, ötleteikkel, javaslataikkal támogatták a bizottsági határozatokat. Köszönöm szépen, és amennyiben valakinek kérdése van a bizottsági beszámolóhoz, szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Még egy határozat következik. Igen, a Szociális és Oktatási Bizottság a képviselőtestületnek elfogadása javasolja a bizottság munkájáról szóló beszámolót. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése a bizottság munkájával kapcsolatban? Akkor szavaznánk, aki elfogadja a Szociális és Oktatási Bizottság munkáról szóló beszámolót, az most emelje kezét. Köszönöm szépen egyhangú. Köszönjük. 5. napirendi pont keretében beszámoló hangzik el a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2021 évi munkájáról. Jakusné Udvardi Hedvig következik a bizottság elnöke. Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is 2021. június 21-én tartotta első rendes bizottsági ülését. Az ezt megelőző időszakban a vírus következtében polgármesteri konzultációs online tájékoztatás zajlott. A bizottságunk ülésein rendszeresen részt vett dr. Horváth Klára polgármester asszony, Zsidi Sándor alpolgármester úr, Csizmadi Jáné dr. Kis Ildikó aljegyző asszony és dr. Bacsárdi József jegyző úr, illetve több esetben is az intézmények vezetői, illetve meghívott vendégek, civil szervezetek vezetői is részt vettek a bizottság ülésein, amikor a hozzánk került anyag ezt szükségessé tette. Mindig nagyon alapos anyagot kaptunk, amivel fel tudtunk készülni a bizottsági ülésekre. Képviselőtársaim, illetve a bizottság külsős tagjai rendszeresen részt vettek az üléseken. Amikor egy-egy hiányzás volt, az mindig indokolt esetben történt csak meg. A bizottságunk 93 határozatot hozott, és hát nagyon sok területen próbáltunk a gazdálkodás szempontjából tekintettel lenni az anyagi keretekre, illetve a leggondosabb gazdálkodási eljárásokra. Nagyon szeretném megköszönni a bizottság minden tagjának, illetve a bizottság munkáját segítőknek a segítségüket, az önkormányzat dolgozóinak,
kiemelten, hiszen bármikor fordultunk hozzájuk problémával, kérdéssel, mindig rendelkezésünkre álltak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a bizottság beszámolóját a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése a munkájával, a bizottság munkájával kapcsolatban? Tudunk szavazni? Akkor a beszámolót, aki elfogadja, és szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. Köszönöm. A hatodik napi rendi pont keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2021 évi képviselői tevékenységről szóló beszámolókat tettük le a testület asztalára. A napi rendi pont előadója a jegyző úr. Előírja az önkormányzati törvény, hogy be kell számolni a képviselőknek a képviselőtestület, illetve a választópolgárok előtt minden évben egy alkalommal. Ezt a beszámolót megkaptuk minden képviselőtől. Ezek rendelkezésre állnak, nyilvánosak, megtekinthetők. Én javaslom, hogy a képviselőtestület legyen tudomásul, hogy az összes képviselő eleget tett a törvényi előírásoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e valaki tenni a saját anyagához kapcsolódóan? Nem. Akkor aki elfogadja ezt a napi rendi pontot, az most szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Hetedik napi rendi pont keretében szabadidőparkban lévő csónakház, fóház, teniszpálya bérbeadása. A korábbi testületi ülésünkön hirdettük meg ezt a napi rendi pontot. A mai napon 10 óráig lehetett pályázni a csónakház, fóház és teniszpálya, illetőleg a vízi eszközök, vízi sporteszközök működtetésére. Dr. Balcsádi József jegyző úr ismerteti a napi rendi pontot. Az anyagot e-mailben küldtük meg a képviselőtestület tagjai részére a délelőtt folyamán. Köszönöm szépen a szót. Két ajánlattevő tett ajánlatot a csónakház, foház, illetve a teniszpálya bejegyzésére. Az egyik Schneeberger Iván a jelenlegi bérlő. Ő a pályázatjában azt írta, hogy nem kívánja a foházra az ajánlatot megtenni, kizárólag a csónakházért a teniszpályát szeretné hasznosítani. Ez azért probléma, mert ugye azt írtuk elő a pályázatban, hogy a csónakház, foház az egybe tartozik funkcionálisan, tehát együtt kezelendő, külön nem lehet tenni ajánlatot. Egyébként Schneeberger Iván 50 000 forint per hó díjat ajánlott meg a ajánlatába a csónakháznak a hasznosítására. A másik ajánlattevő az Kelemen Attila egyéni vállalkozó volt, ő 60 000 forint per hó ajánlatot tett a csónakháznak a bérletéért, illetve a fohász hasznosításának 50%-át, számozó díj 50%-át ajánlott az önkormányzatnak, mint bérleti díj, és teniszpálya 10 000 forint per hó összeget tett ajánlatként. Nem mondtam, de Schneeberger Iván is tett ajánlatot a teniszpályára, ez pedig 1500 forintos órabéren ad neki a teniszpályát, és 50%-et adna az önkormányzatnak, mint a bevétel 50%-et adna az önkormányzatnak, mint bérleti díjat. Ezek az ajánlatok, ebből kell a képviselőtestületnek kiválasztani azt, hogy melyik ajánlattevővel szeretne együttműködni 2022-es évben. Egy évre kötnénk szerződést az ajánlattevővel, amennyiben kiválasztja a képviselőtestület a neki tetszőt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A napi rendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja Kelemen Attila pályázatát. A kedvezőbb bérleti díj ajánlása következtében miatt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, hozzászólása vagy véleménye? Számomra újszerű volt, hogy referenciát is csatoltak, ezt nem kértük be a pályázathoz, de referenciát is csatoltak a munkájukról. Tudunk szavazni, tehát aki a Kelemen Attila és Szalai Éva által tett ajánlatot támogatja 2022. január 1-től a faház, csónakház, vízi eszközök és teniszpálya bérletére nézve. Értelemszerűen a január 1-jén nem tartható, mert ünnepnap, tehát január 3-a, 4-a környékén fogjuk ezt óraleolvasásokkal megtenni az átadást. Tehát aki ezt támogatja a kedvezőbb összegűt, az most szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Lezártuk a napi rendi pontot.
Nyolcadik napirendi pont Kisbér és Bábolna település együttes klímastratégiája. Ismét Jedző úr következik. Köszönöm szépen a szót. A klímastratégiát az önkormányzat pályázati pénzből Keopos pályázat útján valósította meg. Kisbérrel együttműködve a stratégia elkészült. Vélemény szerint a kollégák nagyon jó munkát végeztek, tehát leírták a jelenlegi állapotokat, és hogy milyen jövőbeni intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy a település klímája továbbiakban is megmaradjon a mostani teljesen normális szinten. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, ugyanis meghatározza azokat a cselekvési terveket, lehetőséget, amiket az önkormányzatnak a jövőben folytatnia kell ahhoz, hogy zöld település maradjon, klímatudatos önkormányzatként tudjon a továbbiakban működni, illetve azért is szükséges ezt így látni, ugyanis ez a stratégia szükséges lesz ahhoz, hogy más pályázatokon tudjon indulni az önkormányzat. Tehát ez egy előfeltétele annak, előszobája annak, hogy sikeresen tudjunk pályázni más típusú pályázatokon. Én szeretném, hogy kérem szépen a testület, hogy fogadja el ezt a stratégiát, ugyanis ez mutatja a jövő útját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? A bizottsági határozat ismertetése pénzügyi következik. A bizottságon elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Kisbér-Bábolna település együttesi klímastratégia beszámolóját. Köszönöm szépen. Köszönjük. Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy ezt Keop pályázatból, tehát nem az önkormányzat finanszírozása, vagy pályázati finanszírozásból tudtuk megvalósítani, és hogy említette jegyzőre, ez azért fontos számunkra, mert a következő 7 éves ciklusban a top pluszos pályázatunknál pályázati feltétel lesz, hogy klímastratégiával rendelkezzen az önkormányzat. Tudunk szavazni? Aki támogatja a klímastratégia elfogadását, az most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. 9. napirendi pontban helyi értéktárbizottság beszámolója, amelyet én készítettem el. Ebből egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, mert a nagy részét ismerik az itt ülők. Egyetlen egy dolog az, hogy a bábolnai életfát, amelyet korábban helyi értékké nyilvánítottunk, azt a megyei értéktárba is fölvették, nyilvántartásba került, és ebben az évben, szeptember 15-én egy megyei önkormányzati rendezvényen tudtam átvenni az erről szóló emléklapot. Az életfa is most már a weboldalunkon feltüntetésre kerül, tájékoztatással, fotóval lehet olvasni róla egy részletesebb tájékoztatót, és természetesen szívesen fogadjuk, hogy valakinek lesz újabb ötlete az a helyi értéktárba, a kerüléshez és esetleges megyei értéktárba javaslathoz. Mindkét bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot. A Szociális és Oktatási Bizottság a helyi értéktár bizottság beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az értéktárbizottság beszámolóját a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor aki elfogadja a helyi értéktárbizottság beszámolóját, azt kérem most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. 10. egyebek napirendi pontban egy rövid tájékoztatást szeretnénk adni a Kardirex egészségügyi szolgáltató Kft. Által működtetett bábolnai szakellátásokkal kapcsolatban, illetőleg a Kardirex-szel folytatott levelezésünkről. Jedző úr. Múlt héten hétfőn volt rendkívüli testületi ülés, ahol a egészségügyi szakellátásnak a kérdését az önkormányzat tárgyalta. Ott egy elég hosszas döntés született, elég bő döntés született, amelyet megküldtünk a érintettnek, a Kardirex Kft.-nek is. A Kardirexnek az igazgató főorvosa válaszolt a levélre. Ez szerint a levélnek a tartalma szerint a korábbi 57 millió fontos ajánlatot 54 millió forintra mérsékelte, illetve beírta, hogy 2 évre kíván erre az összegre leszerződni az önkormányzattal. Itt mindenképpen muszáj kiemelni azt, hogy ugye a Kardirex Kft. Felmondta a szerződést 2021. októberében, 2022. január 31-i dátummal, tehát gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy egy új szerződést akar velünk kötni a Kardirex Kft., nem pedig a jelenleg, mondhatni azt már félig meddig hatálytalan szerződésünket szeretné újra gondolni, hogy teljesen új más finanszírozást szeretne az önkormányzattól. Ami nagyon fontos tudni, hogy eddig a Kardirex Kft. Arról beszélt, hogy az önkormányzat támogassa a magánegészségügyi ellátásokat Győrben, nem pedig Bábolnán. Ennek a ára lett volna 57 millió forint.
Erre viszont azért nincs könnyen lehetőség, ugyanis ekkora értéknél, ekkora összekatárnál közbeszerzési eljárás kell kiírni, ugyanis 15 millió forint nettó fölött, nettó díj fölött a szolgáltatás megrendelés közbeszerzés köteles. Illetve, hogy összeadjuk a két éves díjat, az több mint 100 millió forint, azt jelenti, hogy uniós közbeszerzést kéne kiírni erre a típusú ellátásra. Tehát ebből kifolyólag nem egyszerű, tehát a jelenlegi helyzet a Corderex Kft-vel, úgyis, hogyha nagyobb 54 millió forintra csökkentette a korábbi díj javaslatát 57 millió forintról. Azt kell még tudni, hogy a Corderexnek még január hónapban mindenképpen van élőszerződés az önkormányzattal. Ez azt jelenti, hogy időágyonosan 2 millió 750 ezer forint díjra tarthat igény az önkormányzattól, amit viszont tervezni kell a költségvetésben. Van bármilyen kérdés, akkor azt szívesen megválaszolom. Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni a jegyző úr által elmondottakat, hogy mint ahogy már a korábbi testületülésen is jeleztük, van két érdeklődő a bábolnai szakellátások működtetésére. Arra jelenleg még konkrét tumort nem tudunk mondani, hogy ez Bábolnán vagy Győrbe történik. Mind a kettő megkeresés Győr-Sopron megyéből érkezett. Holnap megyünk az első tárgyalásunkra. Aztán azt követően reményeink szerint a még karácsony előtt a második tárgyalás is lebonyolódik. Konkrét tumort akkor szeretnénk majd elárulni, illetőleg mondani, amikor részletes, vagy legalábbis valami papírlapú megkeresést, illetőleg ajánlatot kapunk. Én úgy gondolom, hogy a Corderex is ajánlattevőként, a harmadikként meg fog jelenni, miután azt látjuk, hogy a feltételrendszere folyamatosan finomodik a képviselőtestületi határozatok nyomán. Az biztos, hogy ennyi pénzt, talán most már kimondhatjuk, hogy ennyi pénzt nem fogunk tudni beletenni az egészségügyi szakellátások működtetésébe, mert 54 millió forint egy nagyon nagy összeg, úgy, hogy magánegészségügybe irányítanánk a bábolnai lakosokat, hisz a Corderex magánegészségügy keretében látná el, tehát a állami TVK-t is igénybe venni, és ehhez kér még az állami támogatáshoz, állami TVK-hoz önkormányzati támogatást. De szeretnék mindenkit megnyugtatni, mint ahogy a képviselőtestületi tagok is mondják, tudom a folyamatosan a településen, hogy a bábolnai lakosoknak a szakellátása biztosított lesz a jövőben is. Ezen dolgozik a testület minden tagja. Pénzügyi bizottságon beszéltünk erről a napi rendi pontról. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek azt az 5 pontból álló határozati javaslatot, amely a Corderex további működésével kapcsolatos lépéseket tartalmazza, és amely lehetővé teszi a további szakellátás biztosításához szükséges eljárásokat. Köszönöm szépen. Igen, akkor azt megkérném meg. Az első pontja az lenne, hogy 2022-31-ig az önkormányzat biztosítja a 2 millió 50 ezer forintos támogatást a költségvetéséből a Corderex Kft-nek, tehát január 31-ig, ameddig a mostani szerződés fönnáll. A második pont arról szól, hogy felhatalmazza a polgármestert, a képviselőtestület, hogy tovább tárgyaljon a járóbeteg szakrendelések ügyében. Ennek a alpontja lenne az, hogy amennyire a tárgyalások nem szedtek eredményre, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz forduljon a polgármester, és a Győri Petsz Adár Egyetemi Kutatókórház kijelölését kérje a szakellátásoknak a szervezésére. Illetve a következő pont pedig az lenne, hogy minden más, amit az határozat nem érint, a korábbi testvéd döntés az irányadó. Ez lenne igazából az, amit javaslunk elfogadni. Köszönöm szépen. Van-e valamilyen kérdésem? Ezt meg tudjuk erősíteni, ezt a határozatot? Akkor most szavazzunk, aki támogatja ezt. Köszönöm szépen, egyhangú. És természetesen rendkívüli testületi ülés keretében a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást fogunk adni, ahogy lesz konkrét ajánlatunk.
Köszönöm szépen, ezzel a képviselőtestület érdemi része véget ért. Most pedig közmeghallgatás formájában szeretnénk tájékoztatni a település lakosságát az ezévi eseményekről, illetőleg a következő évi terveinkről. Tesszük ezt most azért ilyen formában, mert jó magam voltam járványügyi karanténban és COVID-betegségben, ezért maradt el a korábbi közmeghallgatás és testületi ülés is. Egy rövid összefoglalót szeretnék erről az évről adni mindenki számára. Azzal a kitétellel, hogy aki folyamatosan figyelemmel kísérte a bizottságüléseket, testületi üléseket, illetőleg a település életét, Facebook oldalát, internetes oldalát, az teljesen képbe kerülhetett és képbe lehet a település életével kapcsolatban, hisz mindenről folyamatosan tájékoztatást ad az önkormányzat és a hivatal. Elsőként talán az intézményekkel kezdeném. Intézményeink tekintetében hivatal, óvoda, bölcsöde, alapszolgáltatás, művelődési intézménye, BTV, mint önként vállalt feladat. Úgy vélem, és talán ezt sokak véleményének köszönhetően mondhatom, hogy ebben az évben is kiválóan teljesített minden intézményünk ennek a nehéz időszaknak is betudhatóan. Tudom, hogy minden intézményen voltak súlyos problémák, megbetegedések, de mindenhol mindenki magas szinten, átlagon felül teljesítette a kötelezettségeit. Én nagyon szépen köszönöm minden intézmény vezetőnek és intézményi dolgozónak a munkát. Szerintem példaértékű volt, amit Bábolna tett, a település és a dolgozóink tettek itt a járványhelyzetbe, hisz talán az óvoda bölcsőde intézményünket emelhetném ki, hogy körülöttünk a tavaszi időszakban már mindenhol megbetegedések voltak, és az utolsó bástya volt itt a környéken, a bábolnai óvoda, ami úgy március végén, áprilisban esett el, bocsánat, hogy így mondom, de a megbetegedéseknek betudhatóan akkor kellett csoportokat zárni, illetve óvodát zárni. Szerintem büszkék lehetünk arra, hogy az intézményeink magasfokú szervezettséggel dolgoznak, meg hát ilyen dolgozói állomány, úgyhogy köszönet mindenkinek. A város fenntartás tekintetében ebben az évben én úgy gondolom, hogy talán picit előbbre léptünk. Az önkormányzat jól döntött akkor, amikor a parkfenntartást és a településképi eszköz, településkép fenntartását megosztotta, több vállalkozó kezébe adta. Sokkal kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb volt a településkép. Szerintem a közmunkások is nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy egy rendezett településképünk legyen. Folyamatosan tisztították az árkainkat, a szemetet szedték, illetőleg itt a belső területeken állandóan rend volt nekik köszönhetően. Ugye, akik itt ülünk, azok mindannyian tudjuk, hogy ebben az évben a legnagyobb beruházásunkra és a legnagyobb teendőnk a fürdő működéséhez szükséges KFH3-as kút rendbetétele és újranyitása volt. Ennek a szeptember-októberi időszakban eleget tudtunk tenni. A kút újra működőképessé vált, hozza a hozamot, illetőleg még magasabbat is, hőmérsékletbe és vízhozamba is. És talán azt is, nem talán, hanem most már elmondhatjuk, hogy december 4-én a fürdő is újra megnyílt, teljesen megújult körülmények között, fogadja a látogatókat a téli időszakban a gyógyvizes medencékkel, és plusz új szolgáltatásokkal, valamint a fürdő üzemeltetőjének saját üzemeltetésében van az étterem is, tehát ebben is egy elég jelentős változás van. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a fürdőt, biztos, hogy jól fogja ott érezni magát. Két dolgot szeretnék kiemelni még itt az önkormányzati döntésekből ebben az évben. Egyik, hogy egy ügyőri vállalkozás megkeresés alapján 28 lakásos társasház fog épülni Bábolnáról Zserdő fölött.
Nagyon sokan érdeklődtek már a településről, illetőleg a környékről, a lakások vásárlása iránt. Szeretnék kis türelmet kérni mindenkitől. Folyik az engedélyeztetése a lakásoknak, illetve a társasháznak, illetve a csúszás az ügyvezető életében, családjában bekövetkezett halálozás miatt történtek a határidő módosítások, de e héten jön ő is a terveket bemutatni, és reményeink szerint januárban már felkerülnek internetes oldalakra, illetőleg valószínűleg nyílt napot is fog tartani a hivatalba azon érdeklődőknek, akik a lakásokból vásárolni kívánnak, tehát érdeklődnek iránta. Ezen emellett szeretném arról is tájékoztatni a település lakosságát és egyúttal a testületet is, hogy a 33 telek közművesítése is folyamatban van. Hát ez is sajnos a bürokrácia Magyarországon elburjánzott, pedig azt hittük a korábbi években is, hogy hatalmas bürokrácia, most ehhez képest még nagyobb, tehát folyik a tervezés, aztán az engedélyeztetés, és ezt követően fogjuk tudni elindítani a közművesítést, tehát jó esetben is jövő év végén fogunk tudni ott kimértelkeket eladni. Néhány mondatot a pályázatokról szeretnék mondani, erről is beszámoltunk a korábbi testületi ülésünkön. Úgy gondolom, hogy eredményesek voltunk ebben az évben is pályázatok tekintetében, hisz a beadott pályázataink nagy része támogatásra méltónak bizonyult, így megújulhatott a Petőfi és a Mérleg utca a Magyar Falu pályázatnak köszönhetően, és a BM pályázatnak köszönhetően a jövő évben a Banai úti részen 4 utcán fog tudni megújulni pénzügyi átcsoportosítással. Szeretném jelezni az Akácfa utca lakosainak, hogy a jövő évben ott is az út kiépítése megtörténik, de ebben az évben sajnos úgy elszabadultak az építőanyag árak, hogy illetőleg az aszfaltozási árak, hogy a költségvetésbe tervezett összeghez képest, amit évelején még 60-65 millió forintra terveztünk útépítést, az a közbeszerzési eljárásról 104 millió forintra zárult. Tehát a jövő évben egy nagyobb összeggel fogunk indulni, és jövő évben szeretnénk is ezt megvalósítani. Ugyanígy a Petőfi közben is a martaszfaltozást, amit megértünk, és akkor a többi út, a 4 utcás felújítás, ahogy említettem. Emellett a jövő évben, 2022-ben újabb Magyar Falu pályázatok nyílnak meg, és erről vannak az egyeztetések a hivatalba az elképzeléseinkről, hogy miket szeretnénk megvalósítani. Nagy valószínűség szerint időszerűvé válik a családsegítő autójának cserélése, mert az elhasználódott, valószínűleg ezt fogjuk pályázni, de hogyha útfelújítás lesz, azt is szeretnénk újabb utcákat felújítani. Külterületi utak felújításában az Ölbőre vezető utat szeretnénk együttműködésbe Tárkányközséggel, a Ménes birtokkal megvalósítani, illetve a Lobkovic felé vezető, a termálkutyainkhoz vezető út kiépítését. Folyamatban van a szabályozási tervünk elkészítésére vonatkozó pályázat, illetve a korábban már többször tárgyalt energiaközösség kialakítására irányuló több 100 millió forintos pályázatunk. Ez a bábolnai cégekkel, illetve önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos, mondhatni, önellátó energiaközösség kialakítása lenne a metángázos kiserőművel, napelemes parkok építésével, és az állami támogatással, ami tárolórendszerek letelepítésére irányulna. Tudomásunk szerint a hiánypótláson túl vagyunk ebben az ügyben, és az előrejelzések szerint még karácsony előtt, vagy a két ünnep között döntés születik ebben a pályázatban is.
Készülünk a topos pályázatokra is, azt már tudjuk, hogy a jövő évben a zöldváros pályázatunkat február 28-áig kell benyújtani, illetve lehetőség van alapellátás fejlesztésére, illetve szociális területi fejlesztésre, az pedig április közepéig lehet benyújtani. Erre a két pályázatra készülünk, úgyhogy ebben majd a képviselőtestület tagjainak is a segítségét kérjük a konkrét részletek kidolgozására. És hát a jövő évről néhány mondatot. A jövő évnek a legnagyobb feladata, az első feladata először is a költségvetés készítése lesz. A jó hír az, hogy több mint 400 millió forinttal fogunk fordulni pénzmaradványként, tehát az utóbbi 3-4 hónapban erőteljes spórolásba fogtunk, és egy elég jelentős összeget tudtunk megspórolni. Reméljük, hogy a jövő évben még nagy változások nem lesznek iparüzési adó tekintetében, tehát még mi, mint kis település meg fogjuk kapni a NAV-tól továbbra is azt a pénzösszeget, iparüzési adót, ami oda folyik be. Ezt ebben az évben is megkaptuk, tehát igazából az iparüzési adóink bejöttek. De reméljük, hogy a jövő évben is ez még így működik. Aztán készülünk a választásokra, ez egy jelentős és nagy feladata lesz a hivatalnak, mint lebonyolítás tekintetében, és nem csak választunk jövő évben, hanem népszavazás is lesz ugyanazon a napon, tehát a hivatal, illetve a választási bizottságok kemény munkát fognak folytatni a későbbiekben meghirdetésre kerülő napon, mert emberpróbáló lesz a számolás. Tehát egyrészt a szoltírozás, utána a számolás. De hát majd, ha elérünk oda, akkor ezt is meg fogjuk oldani. Bízom abban, hogy a jövő évben is sikeresek leszünk pályázatokba, és meg fogjuk tudni valósítani azokat az elképzeléseket, amiket magunk elé tűzünk célként. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos szempont az, hogy Bábolna önkormányzata mindig kreatív volt, és mindig új feladatokkal, tervekkel bombázta a képviselőtestület, illetőleg az intézményvezető külső bizottsági tagok a hivatalt. Ennek köszönhetően valósulhat meg több rendezvény, több új rendezvény Bábolnán jövőre. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a fürdő is a jövő évben már. Sikeres lesz a futóverseny, aminek a tudomásom szerint már az érdeklődőkhöz való eljuttatása a Bábolna Run-nak a webhelye már nagyon sok emberhez eljutott, és bízom abban, hogy az önkormányzat által elhatározott újabb rendezvények is jövőre sikeresek lesznek, és a turizmusra is egy kicsit nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni. Nem tudom, hogy van-e a képviselőtestület tagjai részéről még valakinek olyan, amit én nem mondtam el. Egyébként szerintem nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy mi történt ebben az évben. Biztos, hogy van olyan dolog, amit kihagytunk belőle, vagy kihagytam belőle. Ezért elnézést kérek azoktól is, akiket érinte, mert például ugyanígy előhozhatnám a környezetvédelem tekintetében tett intézkedéseinket, a faültetést, rendkívül aktívak voltak a bábolnai lakosok a faültetésbe, azóta jöttek újabb megkeresések, magánszemélyek, cégek részéről faültetés tekintetében. A komposztálási projektünk rendkívül sikeres volt, nagyon sok embernek osztottunk komposztálót, amit a jövő évben szintén folytatni fogunk. Tehát én úgy gondolom, hogy számtalan olyan dolgot elindítottunk, ami a környezettudatossága, a településkép szépítését, erősítését helyezi szempontként fontosnak, és ezt teszi Bábolnát élhetővé és jól lakhatóvá sokak számára, mert nem tudom, hogy mások így vannak-e vele, de nagyon sok új arcot is lehet látni a településen, tehát nagyon sok új betelepülőnk van, és én úgy gondolom, hogy ez azért van, mert a településünk biztonságos, lakható és szép zöld település, és ezért is köszönet a település lakosainak is abban, hogy ebbe sokat tesznek és segítenek nekünk.
valakinek. Amennyiben nincs, még elmondanám, hogy a naptárt azt folyamatosan osztjuk a hivatalba, az időpontja a Facebook oldalon és az internetes oldalunkon, valamint a tévébe olvasható, látható, úgyhogy kérek mindenkit, hogy jöjjenek és vigyék a bábolna naptárt. Sokak véleménye szerint ebben az évben is nagyon szép és nívós naptárt sikerült összehozni, úgyhogy várjuk a lakosokat, hogy ajándékba átadhassuk mindenkinek, és amennyiben nincs ott testület részéről további hozzászólás, akkor még annyit mondanék, hogy még vasárnap várjuk a település lakosait az adventi éneklésre, az utolsó adventi vasárnapon, és mindenkinek áldott boldog ünnepeket, sikeres, szerencsés, főként egészséges 2022-es esztendőt kívánunk, és elbúcsúzunk, további szép estét, viszontlátásra!